Stroke ellátásában elsősorban az iszkémiás, tehát trombózis alapon kialakuló stroke ellátásában nagyon fontos szerepe van az időnek, rendkívül fontos szerepe van. Varannai Lajos, a Vármegyei Kórház neurológiai osztályának vezetője hangsúlyozta, a Máté Szalkai Tagintézményben kialakított új szubintenzív szoba jelentőségét. Az ötágyas kórterem a legmagasabb szintű monitorozást teszi lehetővé, ami a sztrókos betegek kezelését követő néhány órát jelenti. A Máté Szalkai térségben hiánypótló a beruházás, ami jelentősen növeli annak az esélyét, hogy a paciensek később teljes életet éljenek. Minél hamarabb a stroke esemény kialakulásához, minél rövidebb időn belül jut hozzá a beteg ehhez a kezeléshez, annál nagyobb eséllyel várható az, hogy javuljanak a tünetei, vagy fognak javulni a tünetei. Ez az időablak, ezt így hívjuk, ez jelenleg az infúziós kezelés, az intravénás, tehát vénába adott infúziós kezelés vonatkozásában 4,5 óra. Gyakorlatilag életkortól függetlenül, de ugye még egyszer mondom, ez csak iszkémiás sztrókban adható, vérzéses sztrókban, agyvérzés, klasszikus agyvérzés esetén nem jön szóba. Ilyen betegszoba a Vármegyei Kórház fenntartásában idáig csak Nyíregyházán volt elérhető. A sztrókon átesett betegeknél kritikus, hogy a baj bekövetkeztét követő órákban és napokban a beteg minden paraméterét figyeljék. Ehhez szükséges ez a szubintenzív őrző vagy szoba, ami nem csak speciális intenzív ágyakat tartalmaz, hanem egy olyan monitorrendszert, ami ugye a nővérek, orvosok számára összefoglalóan mutatja mind az öt esetleg bent fekvő betegnek az aktuális helyzetét, és lehetőséget ad arra, hogy amennyiben szükség van rá, azonnal módosításokat alkalmazzanak a kezelésben. Az új kórtermet a Máté Szalkai Önkormányzat és a helyben működő vállalatok összefogásával alakították ki. Hanusi Péter polgármester a Richter egészségnapot követően kezdeményezte a gyűjtést. Arról beszélgettünk, hogy itt van egy olyan ellátás, ami ezekben a decentrumokban egyébként nem jellemző, nagyon ritka. Mégpedig a stroke betegek ellátásával kapcsolatosan. És itt az a helyzet áll, hogy megvan az orvosi szaktudás, megvan az ápolási szaktudás ehhez, de a kórterem az nem 21. századi. Hogy jó lenne tenni azért, hogy Máté Szalkán is megkapják, mint a világ legfejlettebb országaiban, a 21. századi szaktudás mellé a 21. századi körülményeket a betegek. Ezért én hazamentem a polgármesteri hivatalba, és arról döntöttem, hogy a polgármesteri alapból összekapargálva a morzsákat, ehhez a 3,5 millió forinthoz, amit a kórház vezetése felvetett nekünk, 1 millió forintot hozzáadjak. És ezután kerestük meg azokat a cégvezetőket, akik a multinacionális cégek vezetőjeként talán fontosnak gondolhatták azt a mi elképzelésünk szerint, hogy mellé állnak a kezdeményezésnek. A korszerűsítéshez és eszközbeszerzéshez szükséges összeg pedig egy nap alatt összejött. A fejlesztésre végül 3,5 millió forintot fordítottak a Vármegyei Kórház Máté Szalkai tagintézményében.